Keresztkérdés. A bringázás mellett űzöl valamilyen kereszt vagy kiegészítő sportot? Semmi. Esetleg a busz után futok. Tehát maximum ennyi. Igen, már olvastam, még eddig nem figyeltem. Tényleg nem, de tényleg most szeptember közepén kezdek el személyjegyzőhöz járni. Már erről beszéltem, hogy én nem biciklizek is, ugye erre is figyelni fogunk. Úgy tűnik tehát, hogy a bringázás, bár sokat nyújt a művelőinek, elfeledkeztet arról, mi szükséges ahhoz, hogy hosszú távon űzhessük. Például nyújtani. Aha, nem, ott még nem tartok, de tudom, hogy ez is fontos lenne, de nem. Nincs izomlázom, nem is értem miért. Ja, hát az az igazság, hogy minden biciklizésre rendelkezésre álló időt a biciklin próbálom tölteni. Minden amatőr hibát elkövetek, nem nyújtok, nem melegítek be. Annak jártunk utána, hogy lehet minél hosszabbra nyújtani azt az időt, amit életünkben bringán tölthetünk. Réti több mint 2 évtizede edző. Versenytáncosként kezdte, aztán váratlan dolog történt. Egyszer csak megtörtént a szerelem, szerelembe esés az országúti kerékpározással, és így lettem aztán kerékpáros edző, de amúgy én 23 éves sportkutató vagyok, aerobik és fitness világban mozgom, és azon belül is van egy abszolút favorit program, ezt pedig úgy hívják, hogy Pilates. Nem tanítok senkit kerékpározni, hanem edzésterveket készítek. Amatőröknek, profiknak, mindenkinek. Gréti tehát a legjobb alany, hogy helyére tegyünk néhány állítmányt, és tisztázzunk pár dolgot. Először a keresztedzésről. Miért nem elég egyfajta sportot űzni? Egészségmegőrzés és prevenció szempontjából kell mellé valami, ami megtámogatja a fő sportodat. Ezt hívjuk keresztedzésnek. Ha állóképességi sportokról, kerékpározásról beszélünk, akkor a törzsizmaid azok nem igazán dolgoznak. A gerincet folyamatosan előre hajlik, és ez a pozíció például a nyaki szakasznak vagy a gerinc alsó szakaszának ez nem igazán tesz jót, szóval ezt ellensúlyozni kell. A általam említett pilates, a jóga, a mobilizáló tréningek és minden törzs erő edzés az az alap, ezek a keresztedzések. Tehát meg kell erősíteni a hasizmokat, a hátizmokat, a farizmokat, és minden olyan ízületnek vissza kell adni a mozgásszabadságát, ami ebből a hosszú órákon keresztül történő előrehajlásból beszűkül. A következő kérdés az edzés felépítése. Alapértelmezésben úgy néz ki, és ez minden sportágra igaz, nem csak a kerékpárra, hogy van egy warm-up, van egy bemelegítés. Utána van az edzésnek a fő része, amikor mondjuk 3-szor fölmásztál a Jánoshegyre, aztán levezetsz, jön a cool-down, és hazaértél, lenyújtasz. Tehát mindenkinek ezt a 4 programot mindenképpen le kell futtatnia. Legtöbben sajnos legfeljebb a 3. pontig jutnak el. Aztán meg az ortopédiára. Nagyon sokan ülő munkát végeznek. Ha ültem 8 órát az irodába, és utána ülök 4 órát a kerékpáron, ott egyszer csak valahol, valamilyen formában beütöklak. Hogy ez a nyakadnál lesz, a könyöködnél, a csuklódnál, a térdednél, csípődnél, a gerinc alsó része, teljesen mindegy. És ezt mondjuk úgy, hogy kompenzálnom kell például egy előrehajlított gerincet azzal, hogy hátrahajlítom a gerincemet, a csípőm ugye végig be volt hajlítva, a térdem fel volt húzva, a lábam megint a csípőmet terheltem, hogy azt hátra viszem, tehát megnyújtom azt a csípőt, ugyanez dolgozott a bokám, ahogy toltam és húztam a pedált, akkor meg kell nyújtanom a lábszárizmaimat. Tehát egy edzést mindenképpen legalább, és most lehet, hogy ez ijesztő, de egy ilyen 8-10 perces nyújtás, az biztos, hogy követ. Egy kicsi is több, mint a semmi. Ha 3 perced van, akkor többet tettél magadért, mint sejted. Figyelem! Van, amikor észre sem veszed, és már sportolsz. Minden, ami mozgás, az sport. Valahol legyen tudatos bennem az, hogy igen, de én sporttevékenységet végzek, miközben munkába megyek. Városi bringa, tekerem munkába, esetleg nincsen kosara, cipeli az összes cuccát a hátán, cipeli a laptopját a hátán, a bevásárlást utána, vagy nem tudom. Tehát közben egy csomó súlyt pakol a gerincére, tehát ez ugyanúgy követeli, hogy hello, nyújts meg, lazíts ki, mert befeszültem attól, hogy húzom a hátamon azt a hatalmas súlyt, előre rotálnak a vállak, megint a gerinc, tehát hogy ezt vissza kell nyújtani, ugyanúgy.
A Bringás Brigantik fő támogatója a Generália Biztonságért Alapítvány.